Elkezdődtek a nemzeti ünnephez kapcsolódó hivatalos programok Budapesten, a Tabánban ezekben a percekben is tartanak a koncertek, a belvárosban pedig Csárda Fesztivál van. Holnaptól még több rendezvényen indul be az élet, és egészen vasárnap estig folytatódnak az ünnepi programok. Viszont, ahogy tegnap is mondtuk, izgalmas lesz a hétvége időjárása, mert hidegfront érkezik, akár heves zivatarok is kialakulhatnak holnap délutántól. Kinyitottak a standok, és azonnal meg is érkeztek az első vendégek a Balatonboglári Szüreti Fesztiválra. 22 tájegység borait lehet megkóstolni. A Kunságból érkeztünk, a Kunság déli részéről. Díjnyertes borokat is hoztunk, az írsaink, a sárdonénk aranyérmes. Csak nem fél száz program lesz. Már első este tűzi játékot tartanak, amelyre több ezer embert várnak. Talán rekordestét döntünk, hiszen a tűzijáték az egy érdekes színfoltja magának a Boglári Szöti Fesztiválnak. Mindig is az egyik legközkedveltebb programja volt, és ez ma este 10 órakor látható majd a Platán strandon. Rotyog a pörkölt a Bográcsban, a Kárpát-medence csárdái mutatkoznak be Budapesten a Vörösmarty téren. Hagyományos magyar ételek közül lehet válogatni. A Tabánnál esténként szabadtéri koncerteket tartanak, elsőként a Mobilmánia lépett színpadra. Országszerte elkezdődött az augusztus 20-ai ünnepségsorozat, vasárnapig folyamatosak lesznek a programok. Minden készen áll Európa legnagyobb tűzi játékára is, a fénybombák a helyükön, a vezetékek összekötve. Piros-fehér-zöld effekttel fog majd pompázni az égen. Több mint 40 ezer rakétát lőnek fel a fővárosban, 7 helyszínről, a Szabadsághídról, az Erzsébet hídról és a Dunáról uszályokról. 4,5 kilométer hosszan lesz látható, zenével, fénysóval és drónjátékkal. Ünnepeljük közösen augusztus 20-át. Itt ezen a helyen, akadálymentesen nézzük együtt a tűzijátékot, és vegyünk részt a többi államalapítási rendezvényen. A tűzijáték és a többi program is akadálymentesített. A mozgáskorlátozottaknak külön helyszínt biztosítanak a Kossuth téren az Andrássy Gyula lovasszobor és a parlament épülete között. Idén is odafigyelnek a szervezők a speciális szempontokra. A Szent István nap fő rendezvényei fizikailag és infokommunikációsan akadálymentesítettek lesznek. Mozgáskorlátozottak alacsony padlós autóbuszokon utazhatnak. Letölthető egy mobiltelefonos alkalmazás Szent István nap elnevezéssel. Itt minden egy helyen megtalálható, hol, mikor, milyen műsorokat tartanak, és a legfontosabb tudnivalókat is közzéteszik, így azt is, ha valamelyik rendezvény elmarad. Az operatív törzs folyamatosan dolgozik. Egy külön munkacsoportot is létrehoztak, amelyik az időjárást figyeli. Egy hideg front érkezik, ezért péntek estétől heves zivatarok alakulhatnak ki. Ha szükségesnek látják, akkor bizonyos programokat le is fújhatnak. Azt kérik, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az aktuális információkról. Kovács Zoltán, a programsorozat lebonyolításáért felelős operatív törzs vezetője arról beszélt, hogy a legfontosabb az emberek biztonsága. Az utolsó simításokat végzik a több mint 20 helyszínen, több mint 100 programelemet kínáló Szent István napi programsorozatra. Arra kérünk mindenkit, hogy látogasson ki a helyszínekre itt Budapesten, a Nemzet fővárosában, ahol is az operatív törzs egyébként folyamatosan ülésezik, és a biztonsági szempontok betartatását és betartását is felügyeli. A vonatok és a buszok menetrendje nem változik. Augusztus 20-a szombatra esik, így a szokásos hétvégi rend lesz érvényben. A MÁV ugyanakkor azt közölte, hogy a tűzijáték után több kocsival közlekedő vonatokat indítanak, és az ünnepi eseményekről a Volánbusz járataival is haza lehet majd utazni. Ünnepeljük meg közösen Magyarország születésnapját!